Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit fog tenni, így hívom ezt a jóslást? A választ megadják a virágok. Ezek a kártyák az én kártyáim, a napokban kaptam meg. Így mutatom a csomagolást is. Német nyelven, de hamarosan megjelenik magyar nyelven is. Az első kérdés, hogy mit akar tenni, erre a kérdésre megadja a választ ez a kártya. Ő biztos abban, hogy sikerülnek a dolgai. Valamit tervez konkrétan, mint egy meister. Mindig vannak befolyások, és mik ezek a befolyások jelen pillanatban? Ezek akadályok, vagy van valaki a környezetében, aki segít neki, a választ megadja rá ez a kártya, és ez a virág azt közli, igen, valaki segít neki, nektek segít abban, hogy azt megvalósítsa, amit ő tervez. De eddig még csak a tervekről volt szó, és nem a tettekről. A következő kérdés pedig az, hogy mit fog tenni, a választ megadja rá ez a virág, és ez arra utal, hogy ő elbizonytalankodik, tegyem, vagy ne tegyem. Ez a helyzet, ez az ő helyzete. És mit tegyetek ti? Erre megadja a választ a tulipán, és a tulipán szimbolizálja a szerelmet, a szeretetet, de az értékeket is, a vagyoni értékeket is. Az a fontos, hogy biztosak legyetek abban, hogy ez a kapcsolat értékes nektek is, és neki is. De az is fontos, hogy becsüljétek ezt az értéket. Vagy legyetek büszkék a saját értékeitekre, ez is fontos, vagy értékeljétek őt. Talán ez jó is lenne, mert mint tudjuk, ő jelen pillanatban egy kicsit bizonytalan. És ez volt a jóslásom, mit fog tenni. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!